Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Univerzum, amelyben a 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk, egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. Korábbi adásaink elérhetőséget a leírásban találhatják meg. Március 25-én tartják szerte a világon a Magzatgyermekek világnapját, aminek alkalmából dr. Hak Péter jogász professzornak lapunkban 2000-ben megjelent cikkét lapoztuk fel. A közel negyed százada megjelent írás érvei ma ugyanolyan aktuálisak, mert továbbra is a világ legvédetlenebb kisebbségét az anyamékben élő és fejlődő babák alkotják, akiket évente millió számra gyilkolnak meg a világ magukat legcivilizáltabbnak tartó és az emberi jogokat folyamatosan újabb és újabb bizarr életmódot folytató csoportjaira kiterjesztő társadalmaiban. Következzen tehát Hak Péter cikke, amelynek címe Ki ítélhet az élet felett. A kereszténység megújulását időről időre célul tűző mozgalmaknak nem egyszer volt mozgatórugója az a felismerés, hogy a Biblia által elénk tárt hívő élet és az egyes felekezetek által tanított, sőt még inkább bemutatott élet között az őszinte Istent kereső hívők áthidalhatatlan ellentétet találtak. Az egyház történetben sokszor láthatjuk, hogy ennek az ellentétnek a feloldása hívők millióinak életében egy erősebb elköteleződést, a Bibliához való radikális visszatérést eredményezett. Az evangéliumot, vagyis az örömhírt hirdető kereszténység nem ítélkezni akar a világ felett, hanem annak nyomorúságát látva segíteni akar rajta. Míg egyes felekezetek tanításaiban, teológiájában, tradíciójában szép számmal találhatunk életellenes vagy tudományellenes nézeteket, a Bibliában ilyesminek nincsen nyoma. Természetesen vannak olyan úgymond tudományos eredmények, amelyeket a hívők kételkedve fogadnak, sőt olyanok is, amelyekkel szemben inkább a Biblia igazságait tekintik maguk számára irányadónak. Világosan kell látnunk, hogy a Biblia az élet nagyon sok kérdésében nem ad egyértelmű útmutatást. Nem határozza meg, hogyan győzhetjük le a távolságot, csak szamárháton-e vagy repülővel is. Nem mondja meg, hogy az információkhoz milyen forrásokból juthatunk hozzá, vagyis használhatjuk-e a televíziót, a modern tömegkommunikáció legkorszerűbb forrásait, az internetet vagy sem. De vannak kérdések, amelyekben a Biblia egyértelműen eligazítja a hívőket. Ezek lehetnek olyan útmutatások is, amelyek a kor követelményeivel, közkeletű felfogásával ellentétesek. Ilyen például a házasságon kívüli szexuális élet kérdése, amelyet a Biblia egyértelműen és határozottan tilt és paráznaságnak nevez. Ebben a kérdésben a dialógusra való nyitottság ellenére konfliktus támadhat hívő és nem hívő között. Sőt, ha a nem hívő azt állítja, hogy a modern pszichológia, orvostudomány, biológia, stb. Szerint a házasságon kívüli szexualitás hasznos, egészséges, mi több kívánatos, akkor a keresztény hívő ezzel az úgymond tudományos nézettel is ellentétbe kerülhet. Hasonló konfliktus forrás lehet a házastársi hűtlenség kérdése. Bármilyen úgymond tudományos vizsgálatok is bizonyítsák a házassági hűtlenség állítólagos jótékony hatásait, a Biblián alapuló hit számára elfogadhatatlan bűn a házasságtörés. Mindenből nem következik, hogy a keresztényeknek olyan törvényeket kellene szorgalmazniuk, amelyek az ilyen magatartásokat büntetik. Hosszú ideig ugyanis Európának szinte valamennyi büntető törvénykönyve elrendelte a házasságtörés büntetését. A bibliai hit Isten mindenhatóságán és nem az állam mindenhatóságán alapszik, miközben hisz abban, hogy Isten képes megváltoztatni az embereket, és egy kicsapongó, hűtlen emberből is tud családszerető, hűséges embert formálni, ugyanakkor nem állítja, hogy ugyanerre az állami törvények és az állami erőszak is képes lenne. A Biblia számos szexualitással kapcsolatos tilalma mellett egyes felekezetek tanításaiban olyan tilalmak is felbukkannak, amelyekről egyértelműen állíthatjuk, hogy nem Isten tilalmai. A Szentírás a szexualitást Isten ajándékának tekinti, amelyet megfelelő keretek között élvezve a házastársi szeretet, hűség, odaadás egyik fontos kifejezésének tart.
a házasságon belül, tehát nem, hogy nem tilos a szexualitás, hanem egyenesen, ha szabad így fogalmazni, kötelező. Pál a korintusiaknak azt írja, a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. A feleségének adja meg a férje köteles jó akaratot, hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleség nem ura maga testének, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ura maga testének, hanem a felesége. Ez a Korintusiakhoz írt első levél 7. részében olvasható. A szövegből egyértelmű, hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége, továbbá, hogy Pál kifejezetten buzdít a házasságon belüli testi kapcsolatra. A Biblia szoros részét képező énekek éneke pedig mindennél ékesebben szól arról, hogy Isten hogyan is gondolkodik a házasságon belül a férfi és a nő közötti szexuális kapcsolatról. A házas életben a házastársak kifejezhetik egymás iránti szeretetüket azzal is, hogy örömet adnak egymásnak. Az a szeretet, amely ad, Krisztus természetéből táplálkozik. Az a házasság, amelyen belül a házas élet szükséges rossz, amely a házasságon belüli szüzességet eszményíti, nem a Bibliából merít. Ezek a nézetek olyan terhet akarnak egészséges férfiakra és nőkre rakni, amelynek elhordozása végtelenül eltorzíthatja a személyiséget, a házasság intézményét pedig eredeti céljából teljesen kiforgatja. A szexualitással kapcsolatos bibliai tilalmak nem a szexualitás utálatos vagy mocskos volta miatt fogalmazódnak meg, hanem éppen azért, hogy az Isten igéje alapján szövetséget kötő férfi és nő valóban élvezni tudja ezt az ajándékot. Ezért tiltja a Biblia a házasság előtti szexet, hogy a szövetség kötéskor ne két kiégett, elhasznált, közömbös személy lépjen kapcsolatba, hanem a testi egyesülés betetőzése legyen annak a szellemi és lelki egységnek, amely a két fél között létrejött. Ugyanez az oka a pornográfia tilalmának, amely során valaki Jézus szavai szerint gonosz kívánságokából szemléli mások szexualitását. Tiltja továbbá a Biblia a szexuális életet a házastársak között is a havi ciklus idején, és a szövetségi kötelék megtörésének tartja a házassági hűtlenséget. Ezek a tilalmak azonban nem valami jótól akarják megfosztani az embert, hanem éppen ellenkezőleg az Isten által adott jót akarják megoltalmazni. Azok a kritikák, amelyek a családtervezéssel kapcsolatban a katolikus tanításokat érik, szintén jogosak. A tervezést tiltó tanok nem a Bibliából fakadnak. Kétségtelen, hogy Isten megparancsolta az embernek, hogy szaporodjon és sokasodjon. De abban, hogy a születendő gyermekek 2 évente vagy 3 évente kövessék egymást, hogy 3 vagy 4 vagy 5 gyermek után a szülők úgy döntsenek, hogy nem vállalnak több gyereket, a szülőket megilleti a döntési szabadság. Megjegyzem, hogy a fogamzásgátlás tiltó és helyette a házasságon belüli önmegtartóztatást ajánló nézet is ellentétes a fenti parancsolattal. A Biblia alapján egyértelműen csak az olyan családtervezés tilos, amely hatásában az anya szervezetének fizikai károsodásával jár. Isten ugyanis az emberi testet Isten templomának tekinti, és tiltja annak károsítását. Továbbá tiltja a Biblia azokat a fogamzásgátlási módszereket, amelyek a már megfogant magzat halálát idézik elő. Ezen a ponton érünk az abortusz kétségtelenül bonyolult kérdéséhez. Ebben a kérdésben látszólag a keresztények más normákat követnek, mint a szexualitással kapcsolatban eddig tárgyalt tilalmak esetében. Hiszen míg a keresztények általában nem követik a pornográfia betiltását, a házasságtörés vagy a házasságon kívüli szexuális kapcsolat iszlám országokhoz hasonló büntetését, addig egyértelműen fellépnek az abortusz ellen. Mennyiben más itt a helyzet, tehetjük fel a kérdést. Az úgynevezett választáspárti, ismert angol nevén pro-choice álláspont szerint a méh magzat sorsáról egyedül az anyának van joga dönteni, mivel a magzat az anya testének része. Ezen felfogás szerint az anya ugyanúgy dönthet a magzat eltávolításáról, ahogyan egy szemölcs, egy csontkinövés vagy egy vakbél eltávolításáról dönthet. A választáspártiak elfogadhatatlannak, a személyes szabadságjogok súlyos korlátozásának tartják azt, ha a törvények révén az állam vagy bárki más bele akar avatkozni a nő magánszférájába és meg akarja fosztani őt a választás szabadságától.
Amennyiben valaki elfogadja az alaphipotézist, vagyis azt, hogy a magzat a női test része, akkor nem is vitatkozhat ezzel az állásponttal. Bár ebben az esetben a logikailag következetes álláspont az lenne, hogy a terhesség teljes időszaka alatt az anya bármikor elvégeztetheti az abortuszt. Ezt azonban a világ legliberálisabb abortusz törvényei sem teszik, legalábbis egyelőre lehetővé. Tehát a logika megbicsaklik, amikor azt állítja, hogy a magzat az anya testének része a terhesség első harmadában, így ez alatt az idő alatt dönthet a sorsáról, ezt követően azonban megszűnik az anya döntési joga, és ha csak rendkívüli körülmény, például az anya életének a veszélyeztetése nem áll elő, akkor a nőnek már nincs joga dönteni a magzat sorsáról. Az életpárti, angol nevén pro-life nézet képviselői alapvetően más feltételezésből indulnak ki. Ez az álláspont, amely a Bibliában gyökerezik, azt állítja, hogy a magzat a fogantatásától kezdve élő személy, és élete ugyanolyan védelmet élvez, mint bármely más személy élete. Mózes második könyvének 21. részében a törvény így rendelkezik. Ha férfiak veszekednek és meglöknek valamely terhesasszonyt, úgy, hogy az idő előtt szül, ha veszedelem történik, akkor életért életet adj. Ebből a részből láthatjuk, hogy a Biblia, amelyről hisszük, hogy Isten igéje, a méh magzatot élő személynek tekinti. Egy keresztény számára ennél több bizonyíték nem szükséges. Ugyanakkor ez a nézet a Bibliába vetett hit nélkül intellektuálisan is védhető, hiszen nyilvánvaló, hogy ha egy magzat megfogan, és sorsában nem történik erőszakos beavatkozás, akkor gyermekként fog megszületni. Milyen érvek szólhatnak ennek az életnek a kioltása mellett? A Bibliából levezethetően egyetlen érv szólhat egy élet kioltása mellett, az, ha egy másik ember életének a megmentése forog kockán. Vagyis az anya nem kötelezhető arra, hogy feláldozza az életét azért, hogy a gyermeke megszülethessen. Ezen túlmenően a Szentírás tartózkodik attól, hogy élet és élet között különbséget tegyen. Ahogyan elfogadhatatlan a már megszületett beteg vagy fogyatékossá lett gyermek megölése, ugyanúgy elfogadhatatlan az ilyennek tartott magzat megölése is. Mi legyen a szegénysége miatt gyermekét felnevelni nem tudó anyával? Az életpárti álláspont szerint az ő helyzete a szükséghelyzetben egymásra utalt emberek helyzetével azonos. Ahogyan egy hajó törött a mentőcsónakban osztozni kénytelen a vele együtt megmenekült társával, úgy osztozik az anya magzatával. Természetesen egyik esetben sem köteles az életét feláldozni a másikért. A szülés után az életet védő állam gondoskodási kötelezettsége lép az anya gondoskodási kötelezettsége helyébe, és amennyiben nem tudja vagy nem akarja felnevelni a gyermekét, az örökbeadás vagy az intézeti elhelyezés veheti le a szükséghelyzetben lévő anya válláról az elhordozhatatlannak vélt terhet. Ami a föld túlnépesedését, illetve a szociális problémákat illeti, úgy érzem, azok, akik az abortuszt ezen kérdések megoldására megfelelő eszköznek tekintik, kényes helyzetbe kerülnek, amikor az álláspontjukból adódó logikus következtetésekkel szembesülnek. A szociális gondok pedig ezen logika alapján csökkenthetők lennének a már nem aktív öregek és betegek meggyilkolásával. Hangsúlyozom, a választáspártiak nem ezt állítják, de sajnos ez következik az álláspontjukból. Mi úgy gondoljuk, hogy nem az emberek közmegegyezésén múlik, hogy mi minősül életnek és mi nem. Ha ezt megengedhetőnek tartanánk, nem tudnánk védekezni, ha valaki valamikor olyan közmegegyezést akarna rákényszeríteni a világra, amely már nem csak bizonyos kor alatt, hanem bizonyos kor felett is megvonja az élethez való jogot. Vagy már nem is korhoz, hanem népcsoporthoz való tartozáshoz köti azt, hogy kinek van joga élni és kinek nem. Ilyet sajnos már láttunk az előző századokban, így nem nevezhető-e feltételezés paranoidnak. A Biblia szerint csak Istent illeti meg az élet feletti ítélet joga. A hívők azért ragaszkodnak az általuk abszolútnak tartott isteni kinyilatkoztatáshoz, mert az emberi értékítéletek sajnos már túl sokszor könnyűnek és csalárnak találtattak. Ez volt tehát a Hetek Univerzum mai adása Hak Péternek a 2000-ben megjelent cikkével. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Korábbi részeinket a leírásban szereplő linkeken tudják meghallgatni. Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk. Addig is kérem, kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel.
Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Viszont hallásra a legközelebbi találkozásig.